Kapus, Moiser, Németh, Csiszár, Mayer, Pál, Kollega, Meltzer, Bozsoki. Még az ajkaiaknál Horváth, Kenderes, Nagy, Mihály, Krisztián, Horváth, Köles, Csemer, Nagy Erik, Illés, Kovács, Csizmadia és Pákai, aki a csapatkapitány is. Hazaiak vezetőedzője pedig Limperger Zsolt, ajkáé pedig Schindler Szabolcs. A játékot pedig Molnár Attila fogja vezetni, segítői pedig Kis Zoltán és Vörös Dániel. Várjuk is, hogy kezdősipszó meglegyen. Molnár Attila bele is fújt a sípjába, elkezdődött a játék, az érdiek kezdik. A cserékről pedig hazai oldalon Borek, Nagy Endre, Kalmár, Kelemen, Gera, vég Dominik György, még az ajkaiaknál Balog Márton, Molnár Tibor, Olá, László, Kalász Milán, Bonivár Terik és Major Norbert. A két csapat az utóbbi három találkozóján igencsak visszafogottan teljesített. Igaz, hogy mind a kettőnek kettő győzelme volt, de ott van egy veresség is. A mérkőzésre egyébként rengetegen kilátogattak, nem csak hazai oldalról, de ajkáról is. Körülbelül 100 szurkoló érkezett, külön szurkolói buszt is indítottak. Közben Horváth pedig kirúghatja a labdát. Megy előre, Nagy Erik próbálta megszerezni, Horváth Péter nagyon szépen tovább tudta tenni Nagynak, de Nagy pedig nem tudta szépen lekezelni a labdát, és el is pattant tőle a labda. A labdaszerzés megint nem jött össze Kenderesnek, vagyis ajkai részről megint nem, Kenderesnek pedig most nem jött össze. Az érdi védők megjátszatják alaposan a labdát, az ajkaiak pedig nem támadnak egyenlőre le. Szépen hátul, nyugodtan, zöldmezben egyébként az érdi alakulat, szintiszta fehérbe pedig a Veszprém megyei gárda. Előbb említettem, hogy a két csapat ugye a tabella élén helyezkedik el. Az ajka első helyen áll 57 ponttal, az érdiek pedig második helyen 47-tel. És hogyha kicsit belemerészkedünk a statisztikák világába, akkor az ajka 18 győzelmet tudott összehozni eddig, az érd 14-et, az ajka 3 döntetlent, az érd 5-öt, és az ajka 2 vereséget, az érd pedig 4-et. Emellett az ajkaiak 67 gólt lőttek, és 12-t kaptak csupán, az érdiek pedig 46-at lőttek, és 32-t kaptak, miközben a jobb szélen az ajkaiak egy támadást próbálnak megindítani a vendégeknél, vagyis inkább a hazaiaknál. A játékvezető egyértelműen jelzi, hogy honnan is mi következik, bedobás. Majdnem, hogy az érdi kapunál. De a 16-osra gyönyörűen be lehetne dobni a labdát. Nagy dobás. Nem sikerült veszélyes akciót kidolgozni. Csemer pedig továbbadja. Horváth Péternél a labda. Horváth Péter beadja. Megpróbálta beadni. És ebből pedig bedobás lett. Feltámadt egyébként a szél. Úgyhogy ez ennek is betudható. Meg egy kicsit talán le is csúszott. Sokan egyébként ezt a mérkőzést úgy írták le, hogy az igazi derbi NB3 nyugati csoportjába. Hát azt majd az elkövetkezendő időben kiderül, hogy megérdemli ezt a jelzőt. Egyébként az időre nem lehet panasz. Nagyon jó tavaszias idő van húsvét vasárnapján. Az érdiek egymást választják, és inkább hátul játszogatnak el vele, majd megindulhatnak talán először az ajkai kapu irányába.
keményen érkezett az ajkai védő. Egész pontosan Nagy Erik, szépen szavart ellenfelét. Horvátot kell választani. Nem éppen egy magabiztos megoldás volt, de veszélyes akciót ebből nem tudott kialakítani az érdi alakulat. Csemer testtel fedezte a labdát. Több hazai szurkoló felhördült. Ők szerintem még nincsenek tisztában Csemer fizikális erejével. De most egyébként bizonyította, és szerintem az elkövetkezendő 86 percben úgy szintén fogja. Ugyanis a negyedik percben járunk. Csemer le is fordítja magára az ellenfelét. Horváth Péter. Horváth kicsit megcsúszott, közben kiosztott egy kötény, Csemer indul meg Érdi kapu felé, Csemer is egy kötényt kiosztott, Csemer nagyon jól ment. És a labda pedig kin volt, szöglet következik, veszélyeztethet az ajkai gárda. Csemer a labda mögött. Beadja. Talppal beleért. Köles. De veszélyes akciót nem tudott kialakítani az ajkai gárda. Csemer ebbe beleér. De még megszerzi a labdát Nagy Erik, de aztán pedig róla kipattan dobhat az Érd. Tökéletesen háromszögeznek a hazaiak. És támadhat az érdi alakulat. Húha! Ennek az elképzelését nem nagyon tudom. Nem is akarom megérteni. Ajkai dobás. És egy ajkai labdavesztés. És megint az érdi védők játszogatnak a labdával. Kapus is belevonják a játékba. Aki kivágja előre. Érdi fejről pedig ajkai kispadra, bedobás az ajkaiak javára. Mérkőzésbe eltelt 6 perc, és mondtam már, hogy több érdi szurkoló van, mint ajkai, de az ajkai szurkolók azok, akik biztosítják egyenlőre a hangulatot a mérkőzésre, hiszen ők most a leghangosabbak. Csemer megszerzi. Csemer szétteszi a kezét, hogy hova. Csemer nagyon szépen elviszi ellenfele mellett. Csemer mutatja is a többi csapattársának, hogy hova, mit, mert mindenki elbújik az ellenfele mögé. Horváth Péter megindul a bal szélen, egyelőre még nem vették őt észre. Kipöccintik a labdát az érdiek. Csemer pedig dobhat. Csemer dob. Érdi fejről ismét ki. Igazán komoly helyzet még nem adódott ezen a mérkőzésen. Talán itt lesz az első. Horváth Péter kezében a döntés. És a labda is. Nézi, hova dobhatja. Horváth bedobja. Egészen az ötösig dobta be. Csemer pedig kapáslövés. Nem baj. Következő összejön. Mondják az ajkai drukkerek. Elhaladt a lövés a kapu mellett egy jó 7-8 méterrel. Ajkai trombita szó. Talán ez jelezni a támadást, de mivel most nem az ajkaiaknál van a labda, ezért nem. Mire kimondom, pedig meg is szerezték. Horváth véd. És inkább tisztáz.
szabálytalannak ítélt a játékvezető horvát megmozdulását. A góllövő lista igen érdekes egyébként itt az NB3 nyugati fordulójában, hiszen az első helyen az ajkai csatárnagy Krisztián áll 19 találattal. Második helyen Balog Bence a BKV előre játékos a 17 találattal, és a harmadik megint egy ajkai játékos, Olá László 16 találattal a képzeletbeli dobogó legutolsó fokán. Az érdieknél nincs egy igazán gólerős játékos, mint mondjuk az ajkánál, de Kós Gábor az érdi játékos az ötödik helyen áll, ő 12 találatot szerzett eddig az idénybe, és Kós Gáborra pedig a későbbiekben ki fogok térni, hiszen sok érdekesség van vele kapcsolatban is az ajka edzője Schindler Szabolcs között. Járatják a labdát az érdiek, széleket is kihúzzák, Horváth Péter mellett elmegy a zöld 9-es, beadást pedig Pákai tisztázza. Májer Gergő dobja be a labdát. Csemer tökéletesen védte a területét. Nagy pedig megindul előre. Majd Kertész Ferenc tisztáz. Az érdi hálóőr. És Kovács egy luftot rúgott. És vezet is az érd. Eladott labdából. Vezetést szereztek a mérkőzés 11. percében. Húha! Korai sokk az ajkaiaknál, mindenki a fejét fogja. Nem csak a gól miatt, nem azért is, mert szembesült velük a nap. De hát egy kapott gól a 11. percben még nem jelent semmit. Kollega Krisztián a 17-es messzámmal szerezte egyébként a találatot, vagyis a lábával szerezte, nem a mezével, de zöldmezes 17-es kollega Krisztián volt a gólszerző. Egyből felélénkültek az érdi drukkerek. Egy-két érdi szurkoló fel is völti, hogy jöhet a második. Ez az ajkaiaknak lesz egy-két szavuk. Hiába készítette le Csemer a labdát Nagynak. Nem jött épp lábra a labda. Pákai. Az ajkai szurkolók nem bánkodnak. Biztatják továbbra is ezerrel a csapatukat. Bár mondjuk nem ezért akartok utazni közel 100 kilométert, vagy tán többet is. Az első találat egy érdi találat legyen, de van még idő az egyenlítésre, fordításra. 12. percben járunk. Pákai. Nagy felé az indítás. Kertészt választja az érdi játékos. És az érdiek pedig még egy támadást végrehajthatnak az ajkai kapun, 16-oson belül. Lövés! Horvátnak kellett nagyot védenie. Ezzel marad az állás jelenleg 1-0. Szöglet következik. A mérkőzés 14. percében.
beadás. Talál egy zöld fejet. Nem, de Horváth jól jött ki a kapujából, és kontrában reménykedtek volna az ajkaiak, hogyha elérik azt a labdát, de nem jött össze. Az ajkaiak jöhetnek ajkai térféről bedobással. Egyébként a két csapat legutoljára 2018. október 7-én mérkőzött meg egymással, akkor Ajkán, és egy korai pákai góllal szereztek vezetést a Veszprém megyeiek a harmadik percben, és a végén pedig Major tette föl az íre a pontot, a 94. percben akkor biztosította be a 2-0-ás állást. Az a meccs igen, csak harcias volt, 4 sárgát osztottak ki azon a találkozón. Ilyen mérkőzésre számítanak sokan most is. Harciasra, hiszen a tét nagy, mindkét fél javára. 2017-2018-as idényben is nagyon elővégzett mindkét gárda. Horváth Péter bedobja egyébként. Kifejelik, Horváth megtartja a labdát. Nagy Erik pedig tökéletesen észreveszi a rést. Fut. Újabb szöglet következik a 15. percben. Na tehát a 2017-2018-as bajnoki idényben elővégzett a két csapat. Ugye az akkori kiírást a Kaposvár nyerte meg. 22 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereséggel 70 pontot elértek, és az elég is, vagy elégnek is bizonyult. Miközben egy ajkai szöglet. Az érdiek kifejelik. Igen, csak defenzív a védelmük. Csemer nagyon szépen átviszi. Csemer beadja. Megint az érdi védők tudják a dolgukat. Szépen beleérnek az ajkaiak. Szabad rugás. 25-6 méterről, és az első sárgát pedig talán most fogják elkönyvelni, vagy nem. Nem, most a játékvezető csak azért nyúlt a zsebébe, hogy a habot felfújja a friss érdi fűre. A frissen locsolt fűre, pedig ezt húsvét hétfőn szokták csinálni, bármint locsolni azt akkor szoktak, de a játékvezető megoldja gyorsan most. Horváth Péter a labda mögött. Egyébként a mérkőzés előtt a Debrecen meccset néztem, és ott a Horváth Péter nevű ajkai játékos egy nagyon szép szabadrugást lőtt, ugyan nem ment be, de a mostani az bemehet, az ajkai szurkolók megelégednének vele. Horváth játékvezető jelez, Horváth lő, Horváth, és kapufáról bepattant, 1-1, erről van szó. 11. percben az érdiek megszerezték a vezetést, a 17. pedig az ajkaiak egyenlítettek. Nagyon szépen sarokra célzott. Egyébként amikor néztem ezt a délelőtt az egyik legnagyobb videó megosztó portálon a Debrecennek lőtt szabadrugás gólját, azt is a kapu jobb alsó sarkába célozta. Akkor nem ment be, most bement, és ez a lényeg. Érd Ajka 1-1 a 18. percben. Az Érd egyébként a tavalyi mezőnyben 57 ponttal harmadik lett, az Ajka 64 ponttal a második, így a Kaposvár jutott föl NB2-be, idén pedig az Ajka szeretné ezt, és most ez pedig már lapot is érdemel, sárga a zöld 21-esnek. És megint egy szabad rúgás. Bár mondjuk ez annyira szélről van, hogy ezt inkább beadni érdemes. Ez jó szög nekünk, mert jó minden sárga. Bozsoki Imre kapott egyébként sárga lapot. Tehát most így húsvétkor nem csak a tojásnak van sárgája, de Bozsoki Imrének is.
nagy, és horvát a labda mögött, nagy elmegy, horvát fogja lőni, beadni, hamarosan kiderül. Duplázon 2 perc alatt ajkai szemszögből, így állnak hozzá. Horvát! Horvát az érdi játékosok szerint saját csapattársát, Nagy Krisztián billentette fenékbe a labdával. A játékvezető pedig határozottan mutat a szögletzászló felé, a szöglet következik, Csemer végzi el. Igencsak nagy nyomás alatt az érdi kapu. Kicsibe a beadás, Horváth Péter lecsap a labdára, Csemernél megint. Egy ember kifut rá, beadás, fejjel be, kapus ki akart jönni tisztázni, nem, és éppen hogy csak a kapus feje fölött, vagy inkább a kapu fölött elhaladt a labda. Kovács nem tudott vezetést szerezni, pedig sokan mondhatják, hogy abból a, vagy azért a hibáért még felelnie kell, hiszen ő adta el a labdát a 11. percben, amit értékesített kollega. Nem az én kollégám, de ez a játékos vezeték neve. Érdiek kicsit felszabadultak, és megpróbálnak nyomást helyezni az ajkai kapura. Nézzük, hogy sikerül-e. 16-os előterében lövés, amelyet kivágnak. Még egyszer megpróbálkoznak az érdiek, erre pedig el is adják a labdát. Horváth Péter veszi át, Horváth pedig kidobja. Kapushoz biztosítják a labdát az érdiek. Nekik most az a biztos. A csúszás, játékvezető megint fúj egyet. Jönnek az érdiek. Ismét ajkai térfélen tartózkodik a labda. Ebben a pillanatban most már nem. És egy ajkai támadás van kilátásba. Ketten az 5 ellen. Nem jó. Magára vállalta Illés az akció kezdetét és az egyéni megmozdulásokat, ami nem jött össze. És még egy sárga. Játékvezető pedig nem kegyelmez. Még egy sárga. Kettő sárga lap van már jelenleg az érd tulajdonában. Csemer pedig bedobja. Talán itt lesz a harmadik. Azért ezzel a sporival én nem nagyon vitatkoznék. Fizikálisan ő is csak magas szinten áll, nem csak Csemer a pályán. Csemer. Visszarendeli a játékvezető. Húha. Igen, csak határozott a játékvezető. Ilyet egyébként még NB3-ban nem láttam. Meg Magyar Kupában se. Ő az NB3 Csakírja. Beadás érkező nincs rá. De egy érdi támadás pedig megpróbálnak kialakítani a zöldmezesek. Kicsit megakadt, de még náluk maradt a labda. Lesről szó sincs. Megindulnak. És érdi játékosról kerül ki a labda. Horváth jöhet kirúgással.
Egyébként 2018. március 10-én is megküzdött egymással a két csapat. Akkor itt Érden hasonló forgatókönyv volt, mint amilyen most. Csak hogyha kivonjuk abból a meccsből az első félidőt. Második félidő második percében az Érd megszerezte a vezetést. De az ajkaiaknak 8 perccel később volt válaszuk, most csak 7 perccel később válaszolt Horváth Péter. Tehát akkor Kelemen megszerezte a vezetést, az ajkai részről Csizmadia egyenlített, és az utolsó 10 percben pedig Horváth és Pavlicki góljával magabiztos 3-1-es sikert aratott itt az ajkai gárda. Az érdiek pedig átmennek támadósdiba, Horváth pedig megfogja a labdát, szétnéz ki, ez dobhatja, ki ez rúghatja. Nagyot próbálja megindítani, Nagy pedig be is érheti a labdát, Nagy emel! Húha! Nagy most nagyon szépen előre gondolkodott. Megelőzte a kapust is, veszélyes akció volt, majdnem itt volt a vezetés. Azelőtt pedig egyébként 2017. augusztus 26-án Ajkán az Érd tudott diadalmaskodni, akkor Grassl góljával az Ajka szerezte meg a vezetést, de Pál 2 perccel később egyenlített, és a 44. percben pedig Németh szerezte meg az érdieknek a vezető és egyben győztes találatot is. Csemer. Horváth nagyon szépen fejel tovább, Nagy Krisztián fejéről pedig Csizmadiához. Pontatlan. Így Kertész Ferenchez került a labda. Kertésztől meg még tovább. Egyébként, hogy ezt a mérkőzést az ajkaiak behúzzák, tehát a 24. fordulóban diadalmaskodnak, akkor a két csapat között 13 pontos differencia lesz, és még 6 mérkőzés lesz hátra egyébként az idei felvonásból. És hogyha azon a 6 mérkőzésen 5 pontot szerez az ajkai gárda, akkor följut matematikailag az NB2-be jövőre. Az ajkai szurkolók ebben hisznek, és ezt is szeretnék elérni. Úgy gondolom a játékosok is. Horváth Péter. Nagy Erik. Kenderes. Nagyon szépen. Nyugodtan megtartja a labdát. Köles. Pontatlan volt ez a labda most. És az érdi szurkolókat pedig nem nagyon lehet hallani. Tehát, hogyha közvetítésünkben hallanak szurkolói hangokat, azok ajkaiak. Csemer keresi a játékszert, meg is kapja, és visszarendeli a játékvezető, igencsak szigorú. Csemer szépen Horváthoz, de az érdiek pedig eltávolítják a saját térfelükről a játékszert, és egy támadást próbálnak megindítani az ajkai kapu felé. 17-8 méterről a kaputól, 16-oson belül. Lövés, lepattan. Még egyet még el lehet vállalni. Horváth pedig a védést is elvállalta. Horváth. Uha, mekkora indítás. Illés be is éri a labdát, Illés le is futja az emberét. Mekkora párharc volt. Bedobással jön az ajkai csapat. Illés nagyon nagyot sprintelt. Olimpiai időn belül. Dobás 16-oson belül. Reszáll a labda. Horváth Péter lő, megpattan, de nem ér el a kapuig. Ismét egy sprint. Úha, összecsúsznak a játékosok, de senki nem sérült meg, hál' Istennek.
és most felélénkült az érdi szurkolótábor hangja. Fél óra kellett hozzá, hogy megjöjjön a kedv az énekléshez, dorbézoláshoz. Melegítés a büfébe volt. Ajkaiak próbálnak egy helyzetet kialakítani, 16-osról a lövés, fölé megy. Semmi gond. Fél óra elteltével a játék igencsak egyenlőnek mondható, nem csak az eredmény, statisztikailag is. Néha többször veszélyeztetett és keményebben az ajkai gárda, de ez most mit sem számít. Érd Ajka, 30. percben, 1-1. Illés, nagyhoz, nagy, 16-oson belül. Megszerzik még a labdát az ajkaiak, Illéshez hátra kéne passzolni. Persze csak én mondom, így is jó szöglet. Pontrugásból szereztük az első találatot, a vezető találat is vajon meg lehet-e pontrugásból. Horváth Péter adja be. Nem volt jó. És most kontrázni akarnak. Kollega lő. Ott a helyzet, gól. 2-1. Az érdiek kontrából betalálnak. 31. perc. Ismételten hazai előny. Nem jó ez az ajkai szurkolóknak. Megint fogják a fejüket. És nem csak a gól miatt, hanem mert még mindig a szemükbe süt a nap. Játékvezető úr pedig az órát dörzsöli zsebkendővel. Nem azért, mert meghatotta ez a gól, nyugodjanak meg. Középkezdés. Kettőről folytathat a játék, az első félidőből még hátra van 13 szűkös perc. Az ajkai szurkolók még ebben a félidőben szeretnék látni az egyenlítő találatot. És ez egy újabb sárga. Harmadik már a mai nap. Szigorú játékvezető, nem kecmecel, felmutatja határozottan a sárgát. Kicsiben nagy el akarta végezni a szabadrúgást, és az érdi játékos pedig gyorsan odalépett. Pontrúgás a kaputól, 40-45 méterre. Pákai fejjel Csemerhez, és kivágja. Az érdi játékos Csemer jöhet szöglettel. Hát ezt nem kicsibe fogják elvégezni. Rossz szöglet, de a labda még ott van. Gurítják, Horváth Péter, Horváth lő, Horváth... de felordítottam volna, hogy 2-2, de ez még várat magára. Nagyon szép próbálkozás volt Horváth Pétertől. Nem, de a labda elkerülte a kaput. Nagyon kevéssel ment el egyébként mellette.
gyorsan megpróbálják az érdiek is elvégezni. A szabadot nem igen jött össze, Nagy Krisztián pedig megindítják. Nagy 16-os sarkán lepasszolja Horváth Péter, Horváth Péter területét megszerzi, oda csúsznak neki a játékvezető, azt mondja, hogy ez semmi nem volt. Horváth lábáról még a cipő is félig meddig lejött, fájlalja a bokáját, reméljük nem történt semmi, hiszen Horvátnak ma még be kéne találnia párszor. Sántika. Ismételten egy érdi helyzet, és szabadrugás. Piros lap. És piros lapot kapott az ajkai kapus. Na ez a mérkőzés további hatására döntő lehet. Mondtam én, hogy határozott a játékvezető. Horváth pedig még odaszólogat a játékvezetőnek. De még mindig jobban járt így a csapat, mint hogy piros lap és büntető. Horváth Márton lebattyog a pályáról, közben az érdi szurkolók igencsak csúnyán oda mondják neki, hogy fürdjél le, még van meleg víz, és Horváth pedig nagyon jó gesztust mutat az érdi szurkolóknak, odafújja az órát eléjük, és oda is köpött a pályára. Horváth indulatát mindenféleképpen meg lehet érteni. És Balogh Márton pedig már öltözködik, ugyanis az egyik mezőnyjátékos leérkezik a pályáról, Balogh Márton pedig be is áll a kapuba. Az ilyen apróbb, hát nem apróbb momentumok, de ez egy igen fontos esemény ez a mérkőzésen, ez a kapus piros lap. Ez mindenféleképpen kihatással lesz a továbbiakban, és Nagy Erik jött le, és Balogh Márton lép pályára. Ember előnyben tehát az érdi csapat, és még gól előnyben is vannak. És az ajkaiak pedig mindent bele. És a szurkolóktól pedig zúga veletek vagyunk. Igencsak komoly lehetőség az érdieknek a differencia növelésére, hiszen 17 méterről rúghatják a szabadrugást. És a játékvezető pedig felfújja a habját a friss érdi füre. Balogh Márton egy nagy védéssel debütálhat. Lövés. Nem védéssel debütál, de az ajkai védelem beleállt a lövésbe. Ajkaiak megszerzik a labdát, és ajkai bedobás következik. Az érdi játékos elment a labdáért, mert azt hitte, hogy ők jönnek, majd visszadobja. Érdekes momentumok. 6 perc van még hátra a rendes játékidőből. Ez se volt talp. És Nagy Krisztián indul meg.
Ilyenkor egy kicsit az ajka játékosok hergelhetik egyébként az érdieket, hiszen már három sárgalapos érdi játékos van. Egyinek csak összejön még egy, és lest jelzett a játékvezető. Nagy pedig nem is érti. Nagy is kap egy sárgát, hogyha folytatja. És fogja a fejét Nagy. Nem érti ezt a döntést. Többen vannak vele. Ajkai bedobás. Igen, csak lőtt a hangulat a piros lap óta. Ez nem azt akarom mondani, hogy kapjanak még egyet. Nem az, hogy lendüljenek át az ajkaiak támadásba. Eredményes támadásba persze. Tizenhatoson belül az érdiek nem tudják kihasználni a helyzetet, de még nem szabadult fel az ajkai kapu. Lövés, hú! Ez nagyon csúnyán fölé ment. Ez a labda szerintem, hát inkább nem mondok erre semmit. Hát, hogyha még öt kapu lett volna a kapun, ez akkor sem megy be. Balog rúghatja ki a labdát. És nem magamra gondolok. Balog pedig elcsúszott. Igen, mielőtt érkeztek volna a szurkolók, azelőtt érkeztünk mi is, és nagyon csak locsolták a füvet. Pákainál a labda, Kovács. Csemer is elcsúszott a füvön, pont hogy most mondom azt, hogy vizes a pálya. Igen, csak barátságtalanok itt a szurkolók. Pákai fut a labdáért, Balog meg is fogja. Három perc van még a rendes játékidőből, ebben a félidőben. Balog rúgja ki. Illés, Nagy. Játékvezető úr mutatja, hogy pattanjon föl a játékos. Föl is pattant. Kiúzzák a széleket. Hogyha kicsit Forma 1-es vonalon akarok indulni, akkor nem létező íveket használ. Bedobással jönnek az érdiek. Három védő, öt támadó, ott lehet a harmadik, és majdnem ott volt, közben pedig egyébként egy-két érdi játékos felüvöltött, hogy büntető. Hát nem az. Horvát. Akarta elfejelni, de az érdi játékos fejelt.
Csemer dob. 6. Három percet hosszabbított a játékvezető egyébként, teljesen jogosan. Piros lappal, a szabálytalanságokkal elment annyi idő, talán még bőven. Kertésznél a labda, Kertész Ferenc. Megérti egymást Horváth és Csemer. Csemer már nem az első kötényét osztja ki. Kenderessel szemben szabálytalankodnak. Pákai. Illés nagyon szépen felé, és egy lábhosznyival ment el a labda a lába előtt. Pedig abból is lehetett volna veszélyeztetni. Egy perc maradt hátra hosszabbítással együtt. És a játék képe eddig kiegyenlített volt, de az utolsó 5 percben egy ajkai piros lappal kicsit megborult. Ugye emberelőnyben játszik az érdi alakulat. Az ajkaiak harcolnak szívvel, lélekkel. Most inkább az érdiek csak várják azt, hogy a játékvezető úr lefújja az első fél időt, és menjenek be egyet pihenni. Támadást is megfontoltan indítanak. Csemer megy rá az emberére. Nagyon szépen kivédekezte, szöglet következik. Mutatja a formációt az érdi játékos a csapattársaknak. A labda beszáll 16-oson belőle, érkező ugyan nem volt rá. Illés szalad ellenfele felé, a kép uralja a labdát. Lajkai szurkolók pedig fennhangon játékvezetőt szólítják meg. Miért nem figyelmeztet sárgával? Kiosztott már a hármat, lehet, hogy beleunt. És ebbe a momentumba, ebbe a szekundumba lefújta a játékvezető az első félidőt. Érd Ajka 2-1. És sajnos egy piros lapot is összeszedtek az ajkaiak. Schindler Szabolcsnak lesz dolga az öltözőben. Fejekben rendet rakni, de annyival könnyebb a helyzete, hogy neki csak 10 emberrel kell elbeszélgetnie. Hamarosan érkezünk a második félidővel.
Mikrofon próba 1-2, és vissza is tértünk a második fél időre. 30 másodperc késéssel egy érdi távoli próbálkozás volt, ám nem járt sok siker, hiszen az ajkai védők tisztáztak a kapujuk előtt. Érdi bedobás, 16-oson belülre száll a labda, amelyet az ajkaiak ki is vágnak, és egy kontrával szeretnék megkezdeni a második félidőt. Nagy Krisztián sprintel a labdáért, rám nem érte el. Érdiek kivágták, Köles pedig fut a labdáért. Köles bedobja. Kertész pedig tisztáz. Bedobás. Az érdi szurkoló tábor kezdi egyébként hangosabban a második félidőt. Ott kezdték el, ahol abba hagyták az első félidőbe. 16-oson belülre száll a labda, nem jó. El kell vállalni. Alacsonyan lőtte Horváth. Szöglet. Játékvezető eligazgatja 16-oson belül a játékosokat. És mehet is a szöglet. Kivágják az érdiek. És Horváth Péter pedig megszerzi a labdát. Kenderes le. Próbálja adni szére. Lövésre biztatják Csizmadiát, Csizmadiának pedig oda csúsznak. Játékvezető határozott és szigorú. Csizmadia pedig oda megy a játékvezetőhöz. Játékvezető pedig mondja neki, hogy előbb-utóbb sárga lesz ebből. Már játékvezető is mutatja Kertésznek, hogy sietősen. És az érdiek próbálkoznak egy akciót meg, vagy próbálkoznak egy akciót elindítani, vagyis csak próbálkoztak. Most hátul elpasszolgatnak. Húha! Tizenhatoson belül a labda tökéletesen hatástalanította az ajkai játékos az érdi támadót. De egyébként kevesen tudnak arról az információról, amit most fogok önökkel megosztani. Az érdi játékos 6-os messzámú támadója, Kós Gáborról lesz szó. Ő több mint 60 NB1-es találkozón szerepelt, és 2007-2008-as idényben a Budapest Honvéd csapatát erősítette, amikor is az ajkai edző úgy szintén ott játszott. És egy csapatban játszottak Európa Liga selejtezőt, még az FC Nistru Otaci ellen. Emlékeim szerint ez egy moldáv csapat. Az első mérkőzésen 1-1 lett, ahol végigjátszotta mindkét játékos a mérkőzést. A második mérkőzésen a visszavágón is 1-1 lett, ott csereként állt be Schindler Szabolcs és Kós Gábor is. És büntető párbajra került sor, miközben fejbe rúgták Balogot. Játékvezető egyből oda rohant Balogkhoz. Többen pedig az érdiek közül azt mondják, hogy szimulál. És orvos is tábod be. Na tehát Schindler Szabolcs és Kós Gábor egy csapatot erősített Európa Liga selejtezőn.
A visszavágón pedig ugye mindketten cserék voltak, és büntető párbajra került sor, ahol nem nagyon bírt egymással a két csapat. A Budapest Honvéd 8. próbálkozója Kós Gábor volt, az érdi támadó, aki most is a pályán van. Ő 8. próbálkozóként a 4. gólt rúgta büntető párbajban, Schindler Szabolcs pedig a 9. próbálkozóként az 5. gólt, amivel tovább is jutott a Budapest Honvéd. De Kós Gábor egyébként nem futott be olyan NB1-es karriert, mint Zajka vezetőedző Schindler Szabolcs, ugyanis ő több mint 300 élvonalbeli mérkőzésen van túl. Kós Gábor pedig 60-70 találkozót vívott mind első osztályban, mind másodosztályban, és most harmadosztályban is. Megfordult az Egernél, a Budapest Honvédnál. És még rengeteg helyen. Zápolás megtörtént, Balog rúghatja ki a labdát. Játékvezető mutatja, hogy honnan lehet elvégezni a pontrugást, Kenderes áll a labda mögé. Fölmozdul mindenki, még Páka is. Pákai nem tudta elfejelni a labdát. Horváth előre magasan. 16-osnál nem jön össze a csel, és az érdiek próbálkozhatnak egy támadással. Csemert nem lehet lefutni, de hogy is nem, 16-oson belül az érdi játékos. És Csemer pedig gyönyörűen csúszott be. Többen büntetőért kiáltanak, a játékvezető úgy látta, hogy azonban nem éri. Meg a büntető, nagy, lő, nagy. Kertész fog. Illés, megszerzi, Köles, Illés, és az egy nagyon csúnya kézzel lökés volt. Az érdi szurkolók nem tűrik ezt a játékot, az ajkaiaktól persze. Nagyon csúlya jelzőkkel illetik. Pákai. Csemer. Nagyon jól kezdi egyébként a második félidőt az ajkai csapat. Köles mentheti meg a labdát fejjel, nem sikerült neki. Kertész megy a labdáért. Az érdiek szerzik meg a labdát. Érdi kirúgásból persze. Pákai fejjel megpróbált tisztogatni, nem jött össze. Balog nagyon jól jött ki a kapujából, megakadályozta a harmadik érdi találat kialakulását. Szöglet következik. Második csere következik. Illés jön le. Helyére pedig egyelőre ilyen messzire nem látom, hogy ki.
Olá László érkezik. Gólerős Ajka játékos, ebben a szezonban 16 találatnál tart. Ez a cserével Schindler Szabolcs megerősítette, hogy nem csak döntetlenre akarnak játszani, de győzelemre is. Olá! És megy a támadás, 2-2 ellen. Elesik a saját lábába. Esés. Csizmadia próbált az előbb egyébként egy egyéni akcióval, vagy azzal próbálkozott. A saját lábába esett el most, túl nagy volt az irama lendület. És ez szabálytalan volt. Elszabadultak az indulatok mindkét szurkolói tábor részéről. Pákainál a labda. Nagyon agresszívan játszanak az érdiek. Szurkolókra egyébként panasz nem lehet, vendég és hazai oldalon egyaránt. Kenderes. Kovács. Horváth. Pákai. Köles, Horváth nézi, hova tudna passzolni. Az utóbbi percekben egyébként jobb az Ajka. Kinézi ezt a mérkőzést, az egyetérthet vele. Testsel, nagyon jó, Kenderes mehet a labda felé. Az érdi játékos azonban előre küldi. Pákai. Nagy felé az indítás, pontatlan, Kertész maga biztosan húzta le a labdát, és kigurította. Pontatlan labda az érdi játékosoktól. Balog rúgja előre, nagyhoz akartam, de nem jött össze. Nagy csúszik oda, nem tudta megszerezni a labdát. Az érdi játékos esett, mint a sózsák. És egy Tigris Bukfenc, mekkora akció, sárga lap. Még mindig fenntartom az előbbi állításomat, hogy nem csak a tojásnak van sárgája húsvétkor, de négy érdi játékosnak is. Köles itt van lenn üresen, nagyot választja. Csapatársa, sarok, lövés, kapus pedig rajta volt, az állás maradt 2-1, 60. percben járunk. Kertész rúgja ki. Hogyha így marad egyébként minden, akkor a 10 pontos ajkai előnyből csupán 7 pontos előny lesz. És akkor még ráérünk később matekozni az NB2-es feljutásért. Csemer, nagyon szépen, 4-5 ember között, és Les.
Pedig Csemer azt nagyon szépen kiharcolta. Csemernek kellett volna azt végigvinni. Balog rúgja ki előre. Nagyon szépen észrevette a rést az érdi játékos, Balog pedig magabiztosan és gyorsan rúgja ki előre. Magabiztosan passzolgatnak az érdiek továbbra is. Újabb ajkai akcióra azonban várni kell az ajkai szurkolóknak. Szélen játszanak a hazaiak. Ajkai térfélen az érdi együttes. Megpróbálják ezzel a tilitolival kicsit felszabadultabbá tenni az ajkaiakat. Balog rúgja ki előre. Mellel levette az érdi játékos, hát szerintem jó sok levegőt kifújt, vagy majdnem eltört a bordája. 16-oson belül az érdiek, lövés, Balog pedig magabiztosan és ügyesen fog. A dobás pedig pontatlanra sikeredett, Kenderes elől kapták el a labdát. Nagyon szépen résen volt az ajkai játékos, és Olá László pedig egyedül indul meg. Nagy, vissza Olához, Olá, 10 méter a kaputól, és 11-es. Hoha, nagyon fordulhat itt a játékképe. Olá Laci nagyon örült annak, és fölrúgták. Érdi játékos a földön. Sporira is néznek ki. Na végre! Ajkai szurkolók megint harsányak. És inkább már várják a büntetőt, és Nagy Krisztián ott van már a büntetőpontnál. A labda nincs, a kapus nincs a kapuba. Szurkolók pedig Ajkai szurkolók hangja is megjött. A képünk is megjött, és már közvetíthetünk normálisan, már eddig is úgy akartuk, reméljük, hogy úgy is sült el. Mindkét csapatból egy-egy játékos elfürötte a meleg vizet már, úgyhogy nincs emberelőny. Csúnya, sárgalap az érdi játékosnak, Köles pedig hatalmasat üvöltve felborult. Pontrugás. Olá. Na mi van? Les. Így a 10 pontos előny 10 pontos marad, hogyha így fejeződik be a mérkőzés. De van egy olyan tippünk, hogy
nem 2-2-vel fog lezárulni. Pákai, Kenderes. Kenderes indít, Olá Laci fut. Megszerzik az érdiek a labdát. Egy kis szabadfogású birkózás. Lap nem jár érte, ugyanis a játékvezetőt egyébként figyeltem, hogy nem látott az esetből semmit. Nagy Krisztián felé a labda, ám de nem ő kapja meg. Feladótól a címzettig nem ment el. Középpályán megakad a labda. Horváth Péternek kiosztottak egy kötényt. Érdiek próbálkozhatnak, lövés. Balogh pedig megfogja, de szabad rugás. Az ajkai kapu előteréből körülbelül egy 21-22 méterről. Nem lehet azt megmagyarázni a játékvezetőnek. Pákai Gergő ne erősködjön ott, mert nem lehet meggyőzni ezt a játékvezetőt, nagyon határozott, még hogy a Gergőnek igaza is van. Ezzel a dologgal nem lehet mit csinálni. Egymás között az ágaskodás is, szócsata, szabadrugás. Az érdi szurkolók hangja most még jobban megjött. Kós Gábor egyébként a labda mögött. Lő, Balogh nagyon szépet védett, kitolta a felsőből. Szöglet. Ember előny. Érdi vezetésből pedig döntetlen még lehet. Sárgát kapott valaki? Pirossal? A mérkőzés rendes játék idejével egyébként még 24 perc hátra van, tehát hogyha ez a büntetőbe megy, akkor egy teljesen új mérkőzés kezdődik, és 24 perce van feleknek arra, hogy behúzzák esetleg. Emberelőnyből már nincs emberelőny. Nagy Krisztián pedig a labda mögött. Játékvezetőnek még magyaráznak. Játékvezető megvárja, még az érdi játékos elhagyja a pályát. Tempójából ítélve még egy-két percbe beletellik. Most őt nem szidják az érdi büntetőre várva. Síri csend, az ajkai szurkoló gólt várnak, az érdiek pedig egy kapusbravúrt vagy egy ajkai bakit. Nagy Krisztián leteszi a labdát, hátra lép 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et. Megáll, Nagy Krisztián nekifut lassan. Nagy Krisztián lő, gól, 2-2, új párharc nyílik. Szűk 23 perc plusz a hosszabbítás, 2-2. Egy rövid ideig pedig sajnos képszünetünk lesz, ez pontosan Olá László, Nagy Krisztián pedig megpróbálja befutni a labdát.
az érdiek próbálnak előre törni. Kérdés, ezt mennyire hagyják az ajkai védők? Egyenlőre hagyják. Köles, oda zavart, nagyon szépen. Aztán Páka is. Labdaszerzés nem jött össze Csemertől, lövés, Balog. El kell azonnal lőni. Játékvezető mutatja, hogy tovább Pákai a földön fekszik. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián észreveszi Kenderest. Kenderes elvállalhatja a lövéssel, lő! És éppen hogy elmegy a kapu mellé. Pákai pedig a földön fekszik. És egy sárga. És kiosztásra kerül. Sárgát az érdi játékos kapott, miközben Pákai a fűben fekszik. Az orvosi stáb egy személyben bejön a pályára. Az alsó hátat, vagy alsó hátát fájlalja Pákai. Pákai pedig föl kell. Szöglet jön, és még 15 perc a rendes játékidőből. Elképesztően izgalmas mérkőzés egyébként. Drámából nincs hiány. Nálam ez az ajkai mérkőzéseknél az a top 5-be befér. Tehát ajkai szöglet. Beadás nem jó. Az érdiek pedig talán kontrát próbálnak megindítani, de Horváth Péter odaér, nagyon jól biztosítja is a terepet, és Horváthoz kerül a labda, vagy Balókhoz elnézést. Egyik portástól a másik portásig, most pedig Kertésznél akadt meg, majd gurítja ki. 76. perc, Érd Ajka 2-2. Bőszen megindul az ajkai, helyett az érdi játékos. Nagyon szépen Kovács kifejelte a labdát, távoli lövés, Balog pedig nagyon szépen megfogja. Balog egyébként nagyon jól véd. Le a kalappal. Balog meg is csúszik kirúgás közben. Horváth Péter lejön az ellenfelére. Nagy pedig mutatja, hogy labda volt. És csere következik, az érdiek cserélnek. Tizenötös le. Helyére pedig egy zöldmezes, hát innen nem látom a hátán lévő messzámot, meg úgy fut velem szembe, hogy lehetetlen. 8-as messzámmal érkezett be az érdi játékos, annyiban segítettek kollégáim. A 7. perc, Olá Laci megy Kertészre, de Kertész elrúgja a labdát, Kovács. Az érdiek megkaparítják a labdát. Most pedig megpróbálják az érdi játékosok az ajkai hálóba juttatni. Beadás, bal Horváth Péter ért bele. Az ajkai szurkolók egyébként elégedettek, szeretnének még egy drámát látni. Gondolom nem úgy, hogy az ajkai hálóba hújjon be a labda. Olá megpróbál lefordulni, és meg is szerzi a labdát, Olá nagyon harcosan megindul, és
maga előtt egy kicsivel hosszabban gurította a labdát. Ennek hatására is vesztette. Horváth próbált bejebb kerülni. Horváth oda csúszik, és nagyon szépen meg is szerzi a labdát. Bedobásra jön az ért. Kenderes próbálta meg elpöckölni a labdát. Balokhoz kerül. Balog maga előtt terelgeti. Megvárja, még kiérkezik rá egy érdi játékos. És most lehet kirúgni előre. Úgy van. Két játékos elesik. Érdiek Balog kezébe, Balog le a földre. 10 perc van még a rendes játékidőből, az állás továbbra is 2-2, egy igen izgalmas mérkőzésen, ahol már 2 piros lap is született. Pákai tisztáz fejjel, Horváth Péternél a labda, Horváth Péter egy az egyben meg is tudná csinálni, de csapattársát választja. Horváth Péter megindul. Labda szerzésből eladás. Érdi támadás. Nézzük, mire mennek vele a Pest megyeiek. 16-oson belül a labda. Semmi nem volt. Balog kezében a labda. Nagy Krisztián Solán László is kéri elől. Csemer. Nagy, megszerzi, Nagy, 16-oson belül, lő, és éppen, hogy csak lemaradt róla, olá, huha. Játékvezetőnek pedig az érdi játékos mondja magáét, játékvezető mondja azt, hogy nyugi van. Utolsó 10 perc, Ajkaiaktól zúga mindent bele, az érdiek pedig népdalokat énekelnek. Szabad rúgás. Nem engedik, hogy gyorsan elvégezzék. Tagú sorfal lesz. Hát nyilván hát le kell passzolnia. Fej! Balog óriásit véd megint. Hát nálam Balog a mérkőzés embere. Ez kétségtelen, óriásiakat véd, ment. 83. perc, továbbra is 2-2 az állás. Olá Laci indul meg, bal szélen. És a hazaiak dobhatnak. És csere. Következik. Az érdi oldalon. Melyet gyorsan végre is hajtanak. Tízessel érkezik az érdi játékos, talán 31-essel ment le a vendég. Nincsen sajnos sas szemem.
bedobás ismét. 84. perc. És mind a két csapat szurkolótábora várja egyébként a győztes gólt. Ezzel a 2-2-vel az érdiek nem lehetnének meg, vagy nem lennének megelégedve, úgy érzem. Ötös, nagy, legurítja, nagy, beadás, megpattan, megint kicsit túl lett komplikálva talán, ez az én meglátásom, semmi gond, szöglet következik, onnan is lehet veszélyeztetni. Zúga, csak a Zajka, csak a Zajka, hely, hely. 85. perc, szöglet. Egy érdi luft. A 16-oson belül az Zajka játékos, beadás, nem jó. Egy bepassz pedig pontatlan. Köles beadja. Fejjel. Az érdiek pedig labdát szereznek. Kertész rúgja ki. Köles pedig fejjel tovább. Egy érdi játékoshoz Horváth Péternek kell odalépni. És ezt szabálytalannak minősítette a játékvezető. Szabadrugás. Hát 20 méterről, csak ne végezze már el. Az olyan, mintha félpályánál fölrúgják az embert, és a kapu előtt 20 méterről akar lőni egy szabadot. Az érdi szurkolók egy kicsit megint csöndben maradtak, Köles pedig hozhatja ki a labdát. Köles nagyot próbálja megindítani, hosszan. Megkerüléssel tetszett mindenkinek. Kivéve az érdi szurkolóknak, Nagy Krisztián. Szabálytalanságot nem látott senki se, nagyon kívül. 86. perc. Elérkezünk a mérkőzés hajrájába. Olá László, olá! Olá! Érdiek próbálkozhatnak egy lövéssel, hogyha a kapu közelébe jutnak. Kollega, tovább. Zöld-fehérek küzdeni kell, éneklik az érdiek. Messziről lőtt egyet az érdi játékos, de jó messzire is. Csere, Ajkai oldalon az utolsó, a 87. percben. Bonifárt érkezik. Milyen fázó? Mi a szint? És Horváth Péter hagyja el a pályát, hatalmas taps jár neki. Nagyot küzdött, ő szerezte egyébként az első egyenlítő találatot. Nagy Krisztián a másodikat. Azzal most 20 gólja van egyébként a góllövő listán. Tavaly az NB3 nyugati csoportjában gólkirály Szabó Zsolt lett 20 góllal. Nagy Krisztián most ezt beérte a 24. fordulóba. Nagy nőt próbálják megverni, nem sikerül. Bedobás.
kertész rajta volt a labda ívén, maga biztosan fogta. 88. perc, állás továbbra is 2-2, nagyon kemény percek elé nézünk, izgalmas és kemény percek elé. Hát lássuk, hozzá még váratlan fordulatot ez a mérkőzés. Szabadrúgás 25-6 méterről. Balog Márton pedig mondja azt, hogy három fős sorfalat kér. Sarokkal lövés, Balog maga biztosan játszik, elképesztően jó teljesítményt láthatunk tőle a 40. perctől, ugyanis akkor állt be, amikor Horváth piros lapot kapott, akkor negyediket levették a pályáról, és Balog Márton érkezett be, és nagyon jól véd. A 90. percet elértük. Érdi térfélen a labda, az ajkaiak most nagyon határozottan lépnek ide-oda, persze a labda irányába, nem csárdást járnak. A játékvezető egyébként nem mutatta föl, hogy hány percet szán hosszabbításnak. Beadás. Ajkai fejről kerül ki. Csemer. Nagyon jó. És az utolsó előtti emberen megbotlik. Kicsit szétszakadt a pálya. Balognál labda. Játékvezető nem mutatta fel, hogy hány percet szán hosszabbításnak, így hát tippelgetünk, hogy mikor lehet vége. És most lehet megindulni. Utolsó percekre hagyjuk a drámát. Sárga. Csizmadia kapta a sárgát. És úgy érzem, hogy mindenki már beletörődött a 2-2-be. Már egy igazán nagy dráma jó lett volna a végére. Az érdi szurkoló érdi sikerre gondolva, az ajkaiak pedig ajkai sikerre gondolva. Játék hamarosan véget ér. Köles. Oláhat motiválják, hogy fuss, 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 fuss. Csizmadia. Fejjel egy érdi játékoshoz, nem jó. Nagyon gyönyörűen oda csúszott Nagy Krisztián, Köles. Köles pedig az ellenfelébe rúgja bele a labdát. Nagy felborítja ellenfelét. Talán az utolsó másodpercei a mérkőzésnek, sőt biztos. Nézzük. Bal szélen meghúzzák az érdiek. Lepasszolják. Köles pedig kiválja, gyönyörű. Hatalmas izgalmak. Kivágják az ajkaiak. Nézzük, van-e még idő próbálkozásra. Játékvezető az órájára rápislantott. Csizmadiánál a labda. Még egy akció beleférhet. Egy érdi akció fog beleférni. Beadás. És még lesz egy szöglet. Pákai ment szögletre. Huha! Drámát kívánod a végére.
És már az ajkaiak aláírnának egy 2-2-es végeredményt. Az érdiek ebben most beleadják minden életerejüket. Beadás. Ajkai fejről ki. Az ajkai játékosok is mondják, hogy ájjájjáj. Nagyon csúnya esés volt. Játékvezető ránéz az órájára. Semmi gond. Érdi támadás. Mindenki ült, hogy fújd már le. Oda csúszás fejjel, Pákai tisztáz, még egyszer fejjel, és most fújja le a játékvezető. A mérkőzés 2-2. Drámából nem volt hiány. Két piros lap is elsült ezen a mérkőzésen.